A harmadik adventi gyertya meggyújtásának az ideje is eljött. Kőbányán az elmúlt hetekhez hasonlóan most hétvégén is megrendezésre került a Nagycsaládosok Egyesülete által az adventi ünnepség. Most az eddigiekkel ellentétben az időjárási viszonyok miatt a polgármesteri hivatal átriumában gyűlt össze a társaság. A harmat általános iskola gyermekkórusa varázslatos ünnepi dalokkal készült. Nálunk az iskolában ez a felsős kórus volt, 5-től 8-ig, akik járnak A-osztályba, tehát a melténeket tanulnak, ők járnak kóruspróbára is heti kétszer, és belőlük áll össze ez a nagyobb létszámú kórus. Mi a karácsonyi hangversenyünk most volt csütörtökön, vagyis adventi hangversenyünk, és abból szemezgettünk a mai alkalomra. Ezt mi azért már októberben el szoktuk kezdeni előkészíteni a műveket, és hát egy ilyen 2 hónap, mire összeáll egy ilyen 15 perces műsor. Nyilván az adventre hangulódva választottunk, és ezek közül mindegyik karácsonyi hangulatú, vagy karácsonyhoz kötődő, ugye a Páni Szangélikus az pedig picit vallásosabb témájú is, és ez alapján válogattunk, és hát igyekszem mindig olyat is, ami, mint az utolsó karácsonyi álom, egy kicsit populárisabb műfaj, ami mindenkihez még közelebb állhat. A harmat általános iskola kórusa igyekszik minden évben egy adventi hangversennyel kedveskedni a hozzátartozóknak, és meghitt dallamokkal közelebb hozni mindenkihez az ünnepi hangulatot. Úgy néz ki, hogy az iskolánkban lévő kórusok fellépnek, olyan gyerekek is, akik esetleg hangszert tanulnak. Idén csak kórusok voltak, volt egy első-második osztályosokból álló aprókara, a harmadik-negyedikesek kórusa, a kicsinyek kórusa, és ugye vannak a nagyok a harmadgyermekkar, de ezen kívül volt még egy kórus, akikkel november közepén mi az országos Kodály Zoltán kórus versenyen részt vettünk, és ott a kategóriában, amelyben indultunk, ott aranyminősítést nyertünk, és kategória győztesek lettünk a B1 gyermekkari kategóriában, úgyhogy ők a negyedik kórus, szóval végülis amit mi csinálunk évközben, azt bemutatjuk ilyenkor a szülőknek, hogy mit dolgozunk, és hogy mennyire szeretünk énekelni. A mostani gyertyagyújtásra is ilyen gondolatokkal jöttek. Mi azzal jöttünk, hogy nagyon örülünk, hogy újra énekelhetünk, mert ugye azért 2-3 év kimaradt, és mi próbáltunk azért szinten tartani az éneklés, de volt, amikor ugye egyáltalán nem lehetett énekelni sem, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, hogy újra összeállhatunk, és újra ennyien énekelhetünk, mert ezt a csodát, amit mondjuk egy 80 fős vagy egy 50 fős kórus tud együtt csinálni, az nagyon ritka. Máshol nem nagyon tudjuk megélni, és hatalmas élmény a gyerekeknek, hatalmas élmény a szülőknek is, hogy ezt a csodát együtt élhetik meg. Úgyhogy mi úgy éltük ezt meg, hogy jó, hogy énekelhetünk együtt, és ezzel megajándékozzuk azokat, akik minket hallgatnak. A bámulatos dallamok után Cseh Zoltán, a Szent György templom plébánosa köszöntötte a résztvevőket, és mondta el az adventhoz kapcsolódó gondolatait. Az öröm gondolata jutott eszembe, hiszen a rózsaszín gyertyát fogjuk meggyújtani most a koszorún, ami az örömöt jelképezi. Keresztény örömnek pedig az alapja, hogy hamarosan elmondhatjuk karácsonykor, hogy velünk az Isten, hogy belép a történelembe az Isten fia, osztozik a mi ember sorsunkba, kinyilatkoztatja mennyiatya szeretetét. Ez az örömünknek az alapja, és ez a gyertya fog most felgyulladni ma este. Az alapja annak, hogy a hagyomány az megtart minket, a identitást ad. Megmutatja, hogy kihez tartozunk, honnan származunk, Isten gyermeke vagyunk, magyarok vagyunk, van egy nemzetünk, Isten belehelyezte ebbe az országba, nemzetbe. Az Istenhez tartozunk, az egyházhoz, tehát az identitásunkat fontos mindig kihangsúlyozni évről évre a hagyományainkkal, szokásainkkal. A katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepe a karácsony, így ennek az ünnepnek a várakozása, az advent is fontos szerepet tölt be a felekezet életében. Az atya az öröm kapcsán köszöntőjében erre is kitért. Nagyon sok mindennek tudunk örülni.
De az élet azért nem ilyen egyszerű. Egyik nap lehet, hogy örülök, a másik nap történik velem valami, ami szomorúsággal tölt el. Nem sikerül a vizsga. Elveszítem az állásomat. Ez azt jelenti, hogy ez az öröm, amit mi sokszor megélünk, ez az érzelmek szintjén van. A mai vasárnap egy mélyebb örvendezésre hív meg. Az örvendezés oka egy személy. Én Isten gyermeke vagyok. Istenhez tartozom. Ez azt jelenti, hogy szeretve vagyok. És Isten részéről a szeretete soha nem szűnik meg. És ezt a szeretetét azzal mutatja meg irántunk, hogy ő maga is emberré lesz. Izaiás próféta így beszél, maga a teremtőd lesz, hitvesed. A seregek ura az ő neve. Izrael szentje lesz a megváltód, aki Istenének nevez az egész föld. Az ünnepség után Cseh Zoltán atya kiment a Betlehemhez, és meggyújtotta a harmadik adventi gyertyát is. Ezzel is jelezve, hogy az advent fél idején már túl vagyunk, és egyre közeleg a már annyira várt karácsony. Polgármesteri fogadóra megválasztott válaszol, Kőbányán egy újabb, jelentős darabbal bővült a kerékpáros mozaik, és erről kezdjük a beszélgetést, hiszen ténylegesen valójában, ha jól hallottam, sok száz kilométeres térségben, körzetben, Európában nincs még egy ilyen, mint aminek az avatása megtörtént néhány nappal ezelőtt. Ott volt polgármester úr, láttam, hogy stírölgeti a bringapályát, volna kedve kipróbálni? Egyszer lehet kipróbálom, Eisenkramer Károly, aki a pálya megépítésének azt gondolom az élharcos, a motorja volt, azt mondta, hogy már egy Molbiből is kipróbálta, tehát nem kell hozzá versenykerékpár, hogy valaki ezen a pályán végigmenjen. Valóban egyedülálló, hiszen Magyarországon még ilyen nem létesült, a térségben pedig Bécsben volt a legközelebbi, de azt elbontották nem olyan régen, úgyhogy 6-700 kilométeres sugarú körben nincs másik ilyen pálya. Óriási lökést adhat ez a kerékpáros sportnak, hiszen megfelelő körülmények között lehet majd a pálya kerékpározással készülni. A versenyekre fedett helyen, nem a Margit szigeten próbálgatva a belső utakat, ahol nincs autós forgalom, hanem valóban egy 200 méteres pályán itt Kőbányán, de nem csak a versenysportnak, hanem bízom benne a szabadidősportnak is lehetőséget kínál, illetve ami nagyon fontos, a pálya közepén van egy 2000 négyzetméteres terület, egy lebetonozott terület, ahol közlekedésbiztonsági oktatásokra, illetve egyéb sportágak művelésére is nyílik lehetőség. Olvasok fanyalgó hangokat, hogy miért is ez, minek is ez, miért ilyen pici a lelátó, hiszen csak 100-an férnek el az ülőhelyeken. Erre futotta ennyi pénzből ugye a Kerékpáros Szövetség és a Magyar Kormány, illetve a Kőbány Önkormányzat, illetve a Vuelta Sport Egyesület hozzájárulásával épült meg ez a pálya. Valóban nem tud tömegeket befogadni, úgy mint egy genti hatnapos versenyem, azonban arra mindenképpen alkalmas, hogy a versenyzők, szabadidős sportolók használják, illetve akár ebészintű versenyeket is rendezzünk itt. Igen, éppen erre akartam utalni, hogy tudnélék, Kőbánya ilyen formán feliratkozott a nemzetközi kerékpáros térképre, még inkább, mint eddig, és ez egyúttal város propagandának is jót tehet, meg különböző szempontok jöhetnek még. Hogy gondolkodik erről, úgy kicsit távlatosan? De a kerékpározást eddig is erősítettük Kőbányán, többszörösen elismert tevékenységünk van etéren. Szeretnénk fejleszteni a kerékpárút hálózatot. Nagyon reménykedünk benne, hogy a főváros 6 év után, 7 év után eljut oda, hogy a Rákospatak partján megépíti a hiányzó szakaszt a kerékpárútból Kőbányán.
nem. Azonban minden ilyen létesítmény, ami egy picit többet ad, mint az átlag hétköznapi lehetőség, azt gondolom egy olyan pont megint, amivel a város meg lehet mutatni. Itt voltak most cseh román versenyzők, válogatott versenyzők a pályavatáson, bízom benne, hogy bekapcsolódik majd a nemzetközi vérkeringésbe, és minden ilyen létesítmény, akár egy opera műhelyház, akár egy Bosch Campus, akár egy ilyen kerékpáros pálya, vagy akár a MAG47-ben működő Magyarország egyik legnagyobb mászófal rendszere hozzátesz ahhoz a Kraft sörgyárakkal, és mellette nyilván a hagyományos Dreherrel és a többiekkel ahhoz, hogy Kőbánya azt az arcát mutassa, ami valójában az igazi. Nem hallott esetleg csicseregni olyan híreket, hogy netán szálloda, vagy olyan vendéglátókapacitás is ráépülne ezekre a létesítményekre, amely segítené a részvételt, meg általában a használatot? Még nem, de nyilván ezek kéz a kézben járnak, ha elindul itt az edzések, versenyek sora, és itt lehet arra számítani, hogy a környékbeli országokból csapatok, válogatott versenyzők akár ide jönnek edzeni, hiszen nincs máshol lehetőség. Ebben nyilván az építető kerékpáros szövetségnek, Vueltának meg lehet az üzleti számítása is, és nyilván a környékben akár erre, és nem csak erre, hiszen mást is fejlesztünk, megjelhetnek ilyen típusú szolgáltatások. Akkor majd figyeljük a további híreket, és azt hiszem, hogy Kőbánya tulajdonképpen ilyen szempontból beiratkozik abba a kategóriába, ami egyszerűen nem hagyható figyelmen kívül. Tehát, hogyha valaki ezentúl majd pályán akar versenykerékpározni Európának ebben a régiójában, az Kőbányára jön. Igen. Nincs más választása. Nincs más választása. Úgyhogy akkor rajta, és nyilván figyelemmel kísérjük a híreket. Polgármester úr, nemrégiben ön összehívott egy olyan megbeszélést kőbányai szakképzési intézetek vezetőivel, középfokú oktatási intézmények vezetőivel, amely tulajdonképpen elég sajátos metszetét adta ennek a pillanatnyilag elég labilis oktatási helyzetnek, hiszen Kőbánya ilyen szempontból úgy tűnik, hogy ha az ember jobban odafigyel, akkor a szakképzésnek is egy jelentős bázisa. Mi volt a konklúzió? Hogy ezt tovább kell erősíteni, hogyha nagyon leegyszerűsíteném. A kőbányai önkormányzat mindig nagyon figyelt arra, hogy kiemelkedő oktatási rendszere legyen. Legyen ez a szakképzés, vagy legyen ez a köznevelés. Az utóbbi években kicsit távolabb került tőlünk, hiszen a közoktatás jelentős része az óvoda kivételével átkerült a magyar államhoz, és a szakképzés is korábban a fővárosi önkormányzat szervezte, ma már különböző szakképző centrumokba rendeződve minisztériumokhoz tartoznak a szakképző intézmények. Kicsit eltávolodtunk egymástól, ezért gondoltam, hogy mindenképpen le kell ülni egyeztetni, hogy hogyan élik most a mindennapjaikat, hiszen a közoktatás szereplőiről viszonylag sokat tudunk, a média világában nagyon erősen ott vannak, míg a szakképzőkről egy kicsit kevesebbet beszélünk. A másik motivációm az volt, hogy a közelmúltban felkerestem az egyik jeles szakképzőintézményünket, és szomorúan hallgattam az igazgatónőt. 1500 tanulót tudnának fölvenni, és 250-en járnak a képzéseikre, és nem a hagyományos képzésekre, ami jellemzően az élelmiszeripart szolgálta ki, hanem egyéb képzésekre. Kíváncsi voltam, hogy mi a helyzet a többi szakközépiskolában. Szerencsére ott kedvezőbb a kép, jó létszámmal tudnak beiskolázni. A technikusi képzés az nagyon szépen fut föl. Az OK-i és rendszer átalakulása az úgy tűnik, hogy rendben. Amit viszont megfogalmaztak, a kerületben működő, vagy az ő vonzás, a kerületben működő cégek, vagy a hozzájuk kapcsolódó nem feltétlenül a kerületben lévő cégekkel való kapcsolatrendszer további fejlesztése, a duális képzés lehetőségeinek egy még jobb kihasználása. Ebben látják a jövőt. Egyébként tegnap a kamara vezetőivel találkoztam. Ők is nagyon szorgalmazzák azt, hogy a duális képzésben erősödjenek a kapcsolatok a helyi szakközépiskolákkal, de a nagyvállalatok vezetői is megfogalmazták ezt a gondolatot, úgyhogy a következő lépés majd ennek a
a találkozónak, egyeztetésnek a tető aláhozása. És még egy gondolat a fejemben volt, igen, nem véletlen, hogy itt voltak nem csak a szakközépiskolák igazgatói, hanem a szakképző centrumok vezetői is, hiszen ők kicsit tágabb körben gondolkodnak, és a centrumokhoz tartozó más kerületekben működő szakközépiskolákat is szeretnék Kőbányára hozni, vagy a kőbányai lehetőségbe bekapcsolni, ami megint egy kicsit kitágítja majd Kőbányát kerületen túlra. Azt gondolom, ha itt diákok megjelennek a kerületi képzési rendszerben, ez megint új lehetőséget nyit sok minden felé, akár a munkavállalás, akár letelepedés felé, tehát Kőbányának ismét egy lehetőség. Egy nagyon praktikus lehetőség, és úgy tűnik, hogy igen, sokan élnek vele, koriznak a városháza előtt, patkó is van most már a jégpályához. Ha az ember egy olyan időpontban megy, amikor az emberek ráérnek, akkor úgy tűnik, hogy tele van a jégpálya. Ez úgy tűnik, bejött ez a vállalkozás, igaz-e? Bejött. Itt megint meg kell fogalmazni, hogy fanyalogtak némelyek, hogy miért is, hiszen energiaválság van, az uszoda zárva, jégpálya működik. Jóval olcsóbban lehet a jégpályát működtetni, mint az uszodát, és szomorú belátni, bevallani, de szabadidősport céljából a korcsolyapályát jóval többen veszik igénybe, mint az uszodánkat. Az uszodában napi 80 vendéggel számolhatunk a szervezett oktatáson kívül. Itt a jégpályán már reggel 8-kor megjelenik az első korcsolyázó, már ismerős arcokat lehet köszönteni, akik rendre itt vannak, és bizony délelőtt jönnek az iskolások, óvodások, és este 8-ig, ha az időjárás engedi, mert azért a nagy esőzések azok jelentősen rontanak a feltételeken, de az időjárás engedi, akkor késő estig teli van a pálya, illetve teli van a tér, hiszen az egyéb, mondjuk azt attrakciók, a szelfiző szán is nagy sikerrel bír, és azt gondolom, hogy nagy sikere volt annak a polgármesteri hivatalban, városházán megszervezett, Ártiumban megszervezett kézműves foglalkozásnak is, amit az első adventi vasárnapon adtunk a kőbányiaknak. Meddig is lesz nyitva a jégpálya? Január végéig tervezzük, így szólt a beszerzés. Majd kicsit szomorúak leszünk, ha még szikrázó tél lesz esetleg február első napjaiban, és nekünk bontani kell a pályát. Nyilván meg fogom kérdezni a kollégáimat, hogy ezt a közbeszerzést, amelyet erre a két hónapra írtunk ki, azt át lehet-e lépni, illetve lehet-e további forrás biztosítani a működéshez. Valószínűleg azt fogják mondani a kollégáim, hogy bizony-bizony egy közbeszerzésből így nem nagyon lehet kilépni. De hát a pohár félig tele van. Félig tele, így van, addig viszont használja ki mindenki a lehetőséget. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm szépen. A vér nélkülözhetetlen az emberi szervezet működéséhez, és semmi mással nem pótolható. Számos műtéti beavatkozás során szükség van vérpótlásra a páciensek életének, illetve gyógyulásának érdekében. Ezért Mikulás napján véradásra hívta a Vörös Kereszt és a Balcsi Zsilinszky kórháza segítő szándékú embereket. A Balcsi Kórháznak 22 aktív osztályos, 4 krónikus osztálya van, és tulajdonképpen ezen osztályok mindegyikének szüksége lehet vérre. Egy év alatt körülbelül 3400-4000 egység vért használunk föl, ez körülbelül 600-800 liter vérnek felel meg. Persze vannak olyan szakmáink, például a sebészeti műtétes szakmák, érsebészet, ideértve akár a szülészetet is, vagy az belgyógyászati ellátások közül különösen az onkológia vagy a nefrológia, ami nagy vérfelhasználó, de tulajdonképpen bármelyik osztályunknak szüksége lehet, és nagyon fontos, hogy ezekben az esetekben megfelelő vércsoportú és megfelelő állapotú vér az rendelkezésünkre álljon. Ugye a vér az olyan az orvosi működéshez nélkülözhetetlen alapanyag, amely csak más embertől nyerhető. Rengeteg próbálkozás és kísérlet volt arra, hogy hogyan lehetne ezt mesterséges módon pótolni. Bizonyos keretek között vannak is olyan gyógyszerek, amelyek a vérképzést fokozzák, vagy olyan betegségekben, ahol korábban vért kellett adnunk, már ki tudjuk ezt váltani, de teljesen nem. Ebből is látszik, hogy egy ilyen mértékű kórház, mint a Balcsi Kórház, az ténylegesen évente 6-800 liter vért elhasznál.
A véradás a véradó személyek szervezetére egyáltalán nem ártalmas. Néhány hét alatt a szervezet teljesen újra regenerálódik, és akár egy újabb vérvételen is részt vehet, aki szeretne. Természetesen az a néhány deci vér, ami ilyenkor levételre kerül, az úgy van megállapítva, hogy lehetőség szerint az egy gyors folyadékpótlással már regenerálódjon. Tehát, hogyha valaki a véradást követően kellő mennyiségű folyadékot fogyaszt, akkor nem fogja semmi káros hatását tapasztalni annak, hogy azt a néhány deciliter vért levették, ami tulajdonképpen alig több, mint egy kiadós vérvételnél, egy diagnosztikus vérvételnél levett vérmennyiség. Adhat vért. Majdnem mindenki. Nagyon-nagyon ritka és nagyon kevés olyan betegség van, amiben valaki egyáltalán nem adhat vért, de az emberek többsége adhat vért, és egy-egy véradás az nem jár a szervezet számára nagyon megterhelő problémával. Éppen ezért, aki teheti, az menjen el véradásokra, mert ez nagyon-nagyon sok betegnek az ellátását megkönnyíti. Nem csak az ellátószemélyzetnek a dolgát könnyíti meg, hanem azoknak a betegeknek is akár életmentő lehet, akik vérkészítményre szorulnak. Magának a véradásnak a kritériumait azt a véradás során fölmérik, tehát bizonyos belszervi betegségeket természetesen el kell kerülni, és bizonyos vírusokra szűrést végeznek annak érdekében, hogy a levet vérből nehogy valamilyen fertőzés történjen. Van egy olyan virológiai panel, amit végignéznek, nem lehet az illető súlyos cukorbeteg, és nem lehetnek bizonyos előírt belszervi betegségek. De ez tulajdonképpen egy rövid tájékozódás kapcsán mindenki, aki eljön véradásra, avval fölmérik. Én azt javaslom, hogy odahaza senki ne kezdjen azon gondolkodni, ha csak nincs tudottan olyan akadály, ami miatt nem adhat vért, hogy most akkor eljöjjön a véradásra vagy sem. Nekünk mindig az a jobb, és a betegeknek is az a jobb, ha minél többen eljönnek. Ha ne adj Isten egy-egy emberről kiderül, hogy az ő vérét nem lehet felhasználni, az egy másik történet. De jöjjenek el, adjanak vért, és higgyék el, hogy ritka az, amikor valakinek a vérét el kell utasítani. Reméljük, hogy a nem csak az alkalomnak köszönhetően, de sokan jönnek. Általában változó a véradási kedv. Én azt tudom mondani némi kincstári optimizmussal, hogy azt remélem, hogy ez most egy nagy segítség lesz. Hozzáteszem nem csak a Bajcsi Kórháznak, hanem az Országos Vérellátó Szolgálatnak is, akinek az a feladat, hogy ezt a nehéz feladatot, a vérkészítményeknek a megfelelő elosztását, akár országosan, akár a fővároson belül megszervezze, ez számukra is egy jelentős segítség lesz. Tehát a ma levett vérkészítmények azok nem feltétlenül csak a Bajcsi Kórházban kerülnek majd felhasználásra, máshol is szükség lehet erre. Ugye talán arról még érdemes egy pár mondatot mondani, vagy egy mondatot mondani, hogy az egyes vércsoportok azok nem egyforma gyakoriak. Ebben a magyarországi populációban az RH pozitív vércsoport a leggyakoribb, de vannak olyan vércsoportok, AB vagy B, ne adj Isten RH negatív, ami nagyon nehezen hozzáférhető. Hogyha ilyen vércsoportú embernek van szüksége vérre, az időnként egy nagyon komoly logisztikai kihívás, hogy ezt hogy lehet előkeríteni, vagy honnan lehet előteremteni, és ezekben az esetekben, ezeknél a ritka vércsoportoknál természetesen bárhol máshol is keletkezhet olyan sürgős igény, amit az OVS-nek ki kell elégítenie. A vérellátó központnak és a véradó akciókon résztvevőknek hála aránylag ritka, amikor olyan helyzet áll elő, hogy egy páciens műtéten nem végrehajtható a vérkészítmények hiánya miatt. Arra, hogy mi történik, ha elfogyna a vér, a főigazgatótól választ is kaptunk. Ha nincs elég vér, akkor általában kampányszerű véradásokat kell szervezni, tehát meg elő kell teremteni. Én magam a pályám során nem szembesültem olyan drámai helyzettel, hogy mondjuk akut műtéteket nem lehetett volna meg elvégezni azért, mert nem volt vér. Néhány olyan esetre emlékszem, hogy például a fővárosban általában nyaranta tervezett műtéteket halasztani kellett vérhiány miatt. Ezt ilyenkor meg kell próbálni valamiképpen ledolgozni, és meg kell próbálni kampányszerű közbeiktatott véradásokkal a hiányzó vért azt pótolni. Az is előszokott egyébként fordulni, hogyha valakinek például ritka vércsoportja van, és mindenképpen vérre van szüksége, akkor feltehetően az ő családjában vannak olyan hozzátartozók, akik ugyanebben a ritka vércsoporttal rendelkeznek. Az is előszokott fordulni, hogy úgynevezett irányított véradás keretében megkérik a hozzátartozókat, hogy menjenek el vért adni, mert ezzel lehet, hogy a saját hozzátartozójuknak a műtétét fogják tudni majd elősegíteni. Ugye maga a vérkészítmény, tehát amit a levet vérből előállítanak, annak van egy szavatosság ideje.
Ezeket a vérkészítményeket nagyon-nagyon szigorú keretek között kell tárolni. Erre szolgál az a vérdepó, aminek az ajtaja előtt állunk. És ennek a vérdepónak egy nagyon-nagyon szigorú szabályzata van arra nézve, hogy hogyan kezeli a vérkészítményeket, annak érdekében, hogy a lehető legtovább megfelelően felhasználható legyen. De sajnos ez nem tart a végtelenségig. A vérkészítmények általában olyan 30-35 napig eltarthatóak, még ilyen szigorú feltételek mellett is. Hogyha egy ilyen vérdapóban, mint a Bajcsi kórházé, a lejárathoz közel kerülnek a készítmények, akkor az OVS lehetőséget teremt arra kiemelt kórházaknak, és szerencsére a miénk az egy ilyen kiemelt kórház, hogy mivel biztosak benne, hogy a vérkészítményeket megfelelően tároltuk, ezért visszaveszik tőlünk, a sürgős műtétekhez el tudják osztani, tehát ezeket a vérkészítményeket lehetőség szerint felhasználják, és a legritkább esetben kerül csak kidobásra. És ennek megfelelően tulajdonképpen aki vérét adja, és akinek a levet véréből vérkészítmény készül, annak nem nagyon kell avval számolnia, hogy az kárba vészne. Szervezünk véradó napokat, és ezt a lehető legszélesebb körben próbáljuk meg a környékben élőknek a tudomására hozni, de ilyen véradásra legfeljebb kampányszerű véradás keretében, pontosabban irányított véradás keretében van lehetőség, amit nem itt veszünk le, hanem ilyen esetben az OVS-hez kell fordulni. Tehát, hogyha olyan beteghez kell vér, akinek valamilyen oknál fogva nem találunk megfelelő csoportazonos vért, és irányított véradásra van szükség, akkor ezt már az OVS szokta koordinálni. A most megrendezett vérvétel elsősorban a Vöröskereszt által szerveződött, de a szervezetnek mindig szüksége van az együttműködésben álló intézet támogatására és segítségére is a lebonyolításhoz. Ennek vezető orvosa dr. Szabó Gergő volt. Alapvetően a véradást azt körülbelül 2 hónappal ezelőtt kezdtük el szervezni, akkor merült fel az első ilyen intézeti programon belül, hogy szervezzünk egy helyi véradást, és ennek azóta tart folyamatosan a szervezése, gyakorlatilag a ház mindegyik része kiveszi ebből a részét. Egy készítménnyel 3 emberen tudunk segíteni, legalább, ha gyerekekről beszélünk, akár többről is. És ami még egy nagyon fontos dolog, hogy az egészségtudatosságnak egy fontos része az adakozáson kívül, hiszen minden véradó kötelező szűrővizsgálatokon esik át, így az esetleg eddig fel nem fedezett fertőző betegségekre kiderülhet, hogy neki van, illetve a vérszegénységüket is itt föl tudjuk ismerni helyi diagnosztikával. A véradás gyakoriságára vonatkoznak szabályok, hogy még biztonságosabb legyen a véradó számára. Alapvetően férfiak egy évben 5 nők 4 alkalommal adhatnak vért a főszabály szerint, és 2 véradás között 8 hétnek, vagyis 56 napnak el kell telnie. 55 napnál van a vizsgáló orvosnak jogosultsága esetleg a véradásba beválasztani az illetőt, előtte nem. Igazából bízunk benne, hogy a teljes olyan populációt sikerül ilyenkor megmozgatnunk, akik vért adhatnak. Dominálóan a fiatalabb populáció talán kevéssé vesz részt jelenleg a véradási programban, a középkorúak szoktak főleg vért adni jelenleg. Én úgy gondolom, hogy az összes véradás szervezésében résztvevő cég azon van, hogy a populációt és a teljes társadalmat mozgósítsa, hogy minél több potenciális donorunk legyen. Mi is ebben megpróbáljuk kivenni a részünket. Én szerintem egy folyamatos transzparenciával és ismeretterjesztéssel erre van lehetőségünk, hogy fokozzuk a donoroknak a számát. A mikulásnapi véradáson 80 véradó donor vett részt, ami igen magas megjelenésnek számít. A Vöröskereszt rendszeresen szervez nyilvános véradó napokat, eseményeket. A honlapjukon tájékozódva az idei évre is több meghirdetett alkalmat találhatunk. Nagyon jól kezdődött minden, mert ilyenkor az ünnepek alkalmával úgy vesszük észre, hogy a véradási kedv is arányosan nő, ahogy elkezdődnek az ünnepek, vagy az ünnepekre való hangolódás, és ilyenkor sok donor jelenik meg a véradásainkon, ami nagy örömünkre szolgál. Általában vannak olyan fix intézmények, akik már többször a véradásban együtt szervezkedtek velünk, és így elég könnyű választani, mert nagyon sok intézmény jelzi, hogy ilyenkor szeretnének együttműködni velünk Vöröskereszttel, úgyhogy megvannak azok a pontok, amin ilyenkor el tudunk indulni. A segítő szándék talán a legfontosabb és a legdominánsabb. Általában ez a fő ok. Sokan irányítani szeretnék a véradást, szeretteik
családtagjaik miatt jönnek el és tartják a karjukat. Bár az ünnepi hangulat és a meghitt karácsonyi készülődés mindig elindít az emberekben egy adakozási, segítési vágyat. Fontos, hogy az év minden időszakában igyekezzünk ellátogatni véradó napokra, hiszen emberek életének a megmentéséhez járulhatunk hozzá. Csilingelő gyermekhangok varázsoltak ünnepi hangulatot a Városházán a testületi ülés előtt. A Mászóka óvodából érkeztek a gyerekek, immár több évi hagyomány szerint. A testület a tanácskozás előtt még köszöntötte a miniszteri elismerést kapott Lajtai Ferencné Erzsikét, a Szivárvány idősotthon vezetőjét, és Hegedűs Károly aljegyzőt, aki nyugdíjba megy. Ő 34 éven át szolgált a Városházán, nemrégiben, legutóbbi kötete kapcsán beszélgettünk vele. Egy olyan kötetet tartok a kezemben, amelyben versek is vannak, és próza is, végül is jól megférnek egymás mellett, de honnan jött az ötlet? Hát az ötlet eredendően versek voltak. Már 3 kötetnyi megjelent korábban, 17-18-19-ben, a 20 a pandémia miatt kimaradt, és aztán ezek valaki úgy mondta, hogy ilyen melléktermékei az én ilyen típusú vagy ilyen jellegű munkásságomnak. Ezek emlékképek, én úgy hívom ezeket, hogy ilyen sóhajtások rég múltból. Van, ami hát nem is annyira próza, inkább verses formában van, novellisztikus, nem tudom, hogy lehet nevezni. De hát ezek hozzátartoznak a szintén az énemhez, amit ki kell magamból írni, olykor jönnek, és akkor összegyűlt annyi, hogy már ilyen tükörszerkesztésben ez a könyve meg tud jelenni önállóan is, és akkor innét jött, hogy akkor ez most legyen ilyen formában. A szerkesztés ugye a Rát Lépcsőnek a munkája, őket dicséri, hogy így ezt összehozták, gyakorlatilag az ő tanácsukra, meg az ő jobban biztatásukra történt ez így. De nekem is volt szándékom, csak önállóan a novellák kevés lett volna ahhoz, hogy így megjelenjen. Így viszont szerintem kiegészítik egymást. Megvan még a bugyli bicska, amit a papától kaptál? Megvan, igen, őrzöm. Nagyon sok mindent őrzök, nem csak látensen és képekben, hanem tárgyakban is. Nem vagyok gyűjtögető, de vannak dolgok, amiktől nem tudok megszabadulni, többek között ez is, igen. És milyen vidékre, milyen időkbe röpít bennünket vissza, hogyha a bugyli bicskát elkezdjük nézegetni a múlt mélységes kútjának mélyén? Hát nagyon régre. Ez ugye a 60-as évek dereka. Hát én 56-ban születtem, a 60-as évek eleje, 60-as évek dereka. Én az Alfölddéli Csücskében születtem, egy Szelevény nevű községben, annak is egy külterületén éltem a nagyszüleimmel és a szüleimmel, és nagy családként egy házban több generáció élt együtt, úgyhogy nekem egy csoda gyermekkorom volt, mert mindenki a maga jó szándéka szerint nevelt és tudott engem nevelni. Leginkább a nagymamám, akinek nagyon-nagyon sok hálával tartozom, mert ő egy nagyon jó lélek volt, aki attól, abban az időben, főleg a vidéki viszonyoktól eltérően, ő nagyon sokat szeretett olvasni, nagyon szerette a zenét, és ugye én, mint gyermek, egész nap vele voltam, iskolás koromig, és úgy látszik, hogy ezek a dolgok nagyon mélyen megtapadtak, mert aztán felnőttként, főleg most az utóbbi időben, hát ahogy az ember öregszik, egyre inkább előjönnek ezek az élmények. Ugye azt szokták mondani, hogy öregszik az ember, a tegnapra nem emlékszik meg a mai ebédre, de az, hogy 50 évvel ezelőtt mi volt, vagy 20 évvel ezelőtt, arra jobban, szinte képszerűen. Ez így van. Nagyon sok minden megmaradt, nagyon sok minden előjön, úgyhogy a kis néprádiótól a bugyli bicskáig minden megvan az emlékek között. És milyen idők voltak akkor? Hogy
zajlott az élet, szűkösen, vagy megvoltak a dolgok, amik kellettek? Hát azért elég szűkösen, de én úgy gondolom, hogy a mi családunk azért annyira nem panaszkodhatott, mert én gyerekkoromra emlékeimből az marad meg, hogy nem volt bőség, de azért addig, amíg a TSS-ítés nem jött, addig fuvarozással, földműveléssel foglalkoztak a nagyszüleim, a szüleim, és aztán a TSZ, mikor bejött, ugye, ez már ilyen kötelező opcióként jelenik meg, akkor ugye, ami ezt a hátteret biztosította, a lovakat, kocsit, egyebeket elvittek, és utána visszakaphatták ilyen háztáiszerű használatba, ami azt jelentette, hogy hétközben dolgoztak a TSZ-ben, hétvégén meg hát az idős néniket a megtermelt kis háztáji gyümölcsel, zöldséggel el lehetett vinni már akkor ugye TSZ tulajdonban, vagy közös tulajdonban tartozó eszközökkel a piacra. De igazából annyira szeretett bennem volt, szűkölködtünk, és szerintem ez volt a lényeg, mert lehet, hogy bőségesebb, vagy komolyabb ebéd vasárnap került az asztalra, viszont szeretetből nem volt hiány. Egyrészt, másrészt, hát mint gyerekek, ugye akkor, hát igen, szabadon éltünk. Hát nem úgy, mint most a gyerekek, nem voltunk rabságba, számítástechnikával, telefonnal, egyebekkel, nem is volt, villany sem volt ott, ahol én születtem, teljesen a 60-as évek közepéig. Aztán egy csoda volt, amikor a villany megjelent. Addig még emlékszem rá, hogy a nagymamámmal detektoros rádiót hallgattunk, ami a falban volt egy banándugó, ahonnét lehetett a műsort hallgatni. Illetőleg volt már telepes rádiónk, ami egy anód meg egy katótelep volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, falon egy polcon, és akkor azt lehetett havonta cserélni egy megadott helyen, de hát ezek ilyen gyerekkori emlékképek, akkor én még igen, hát nagyon gyerek voltam. És hát a nyarak azok meg szabadon teltek, úgyhogy mentünk a világba. Mehettünk, nem volt akadály. Nem teljes, mert azért voltak nevelés, meg nevelési eszközök, meg háttér, de azért elég szabadon éltünk. Az iskola milyen volt? Jó iskola volt. Amikor én kezdtem iskolába járni, akkor még előfordult az is, hogy elsőtől harmadikig összevontak osztályt, és akkor egybe tartottunk olvasás, nyelvtan, tehát azokat az órákat, amik közösen. Elég sokat volt, hogy én kinültem a katedrán, és a többieknek elő kellett olvassak. Ebből úgy látszik sok minden megmaradt, mert aztán később tanári pályát szerettem volna választani, nagyon rövid ideig volt benne részem, de képesítésem nem erre szól egyébként. És nem tudom most szerencsémre, szerencsétlenségemre, megfelelő háttér miatt nem vettek fel, és akkor lettem államigazgatász, úgyhogy. De hát abban az időben gyereknek lenni, Jó volt. Ma úgy hívnák, hogy nagyokat bandáztunk, nagyokat fürödtünk a folyóba, nagyokat rohangáltunk a tarlón, szabadok voltunk. Aztán később, amikor már legények lettetek, akkor meg jöttek olyan élmények, amelyek a Szilveszter című történetben jelennek meg, és ugye az ember szinte érzi a sör, csapolt sörnek az illatát, meg a dohányfüstöt, látja a borostás arcokat, ahogy esetleg egymásnak feszülnek az indulatok. Az milyen világ volt? Hát ez egy érdekes, ez egy jó kis kocsma hangulat volt, amit én ott, igen. Hát érdekes volt. Abban az időben, amikor én ilyen korú fiatal voltam, hát ugye akkor még nem, vidéken főleg nem voltak diszkók, meg ilyen nagy, hát bálok voltak, zenekarok játszottak, elsősorban betanult, tehát nem is tudott, vagy
értelmezhető, hanem untázott angol szöveggel, de a zenei alap az jó volt. És aztán jöttek ezek a klub időszakok, amiben én is részt vettem egy pár évet. Ez az egyik, ez a szilveszteri történet, ez pont egy ilyenhez kapcsolódik. Mi ott csináltunk egy klubot, ahol lehetett festeni, rajzolni, lehetett olvasni, beszélgetni, zenét hallgatni. Ilyen kisebb belső koncerteket szerveztünk már, amennyi pénzügyi lehetőség abban az időben volt, és próbáltunk ilyen hát elérhetőbb zenekarokat. Akkor ugye kezdőként mondjuk egy Korvinát meg lehetett hívni, vagy éppen akkor a népszerűségből kieső, de a népszerűségnek valamilyen útját kereső Hungária Beatles programot el lehetett vinni vidékre, és akkor ilyenek mellett jól el voltunk szó szerint, de nem is nagyon voltak más lehetőségek, mert hát ugye ezen kívül volt még ott egy presszó, amit nagyon szerettünk, nem csak az idős hölgy, aki a tulajdonos volt és vezette, hanem hát tulajdonos áfész volt, tulajdonos igazából ő vezette. Ott sokat voltunk, mert ott lehetett összebújni, lehetett zenét hallgatni, lehetett jókat beszélgetni egy-egy cigaretta mellett, és ezek olyan jó időszakok voltak. És a kocsma is jó volt. Hát az egy, a söntés az egy hangulat, az egy külön. De jó volt. Én először igazából eszembe jut apámmal voltam kocsmában, hát húsvétkor egyszer miséről mentünk haza, és be kellett menni a ebéd előtt neki egy korsó sört, nekem egy málnát, akkor még nem nagyon volt. Más, amit egy gyerek ihatott, és emlékszem a bádok pultra, meg ahogy folyt a sör, meg a bort, ahogy mérték, és az illat az úgy megmarad, az egy jellegzetes valami volt. Hát meg az emberek is, akik ott ültek, ezért nagyjából mindenkit ismert, már gyerekként is, meg a gyereket is ismerték, tudták, hogy az a Egedűs Karcsi fia. És ebből eszembe jut egy másik történet, ami először történt velem, szintén apámmal, vele voltunk egyszer húsvétkor locsolni, akkor ittam életemben először kólát. És amikor a Csacsacsa című filmet én láttam, akkor nagyon visszajött ez a dolog, mert rosszul lettem a kólától, mert hogy hát abban az időben a gyerekek ilyeneket nem ittak, és valahol engem megkínáltak, és nagyon ízlett, és az egész kis, nem tudom, 3 decis üveggel megittam, és hát aztán az lett az eredménye, ami ugye viszont láttuk egymást, úgyhogy utána én nagyon-nagyon sokáig például kólát, olyan szénsavas üdítőt pont ezért nem ittam. Már akkoriban is előkerültek a gondolatok, és leírtad őket, verseket formáltál? Hát ez inkább középiskolában jött elő. Ugye a nagy diák szerelmek hoztak felszínre aztán dolgokat. Ott lejegyzeteltem, írogattam pár dolgot, ami volt egy kisebb közösség, ahol tetszett is, vagy adott személyek. Magyar tanárom is tápolt ilyen szempontból, tehát biztatott, de aztán utána kikerültem abból a körből, meg hát én vidéken nagyon keveset dolgoztam ott, ahol születtem közel érettségi után 1,5 évet, és miután, hát én többet szerettem volna. Nem elsősorban, hogy mondjam, karrierben elérni, hanem pénzben, mert ugye hát egy fiatal embernek mi az álma, hogy megvásároljon mindent, udvaroljon, kicsit mutassa magát. Hát ott erre nem nagyon volt lehetőség, ezért én eljöttem. Nagyon sokak eljöttek egyébként. 70-es évek közepén ez elég jellemző volt, és akkor én felkerültem Pestre dolgozni. És utána egy-két év munkálkodás után összehozott a jó sorsom egy kolléganővel, akinek nagyon lírai lelke volt. Egy idősebb kolléganő nyugdíj előtt való volt, és ő nagyon bíztatott, meg sok mindent elolvasott tőlem. Kicsit rokon lelkek voltunk, és abból az időből sok minden megmaradt. Már írásból sok minden megmaradt.
amit aztán később, hát persze dolgozni kellett rajta, azok azért nagyon kezdemény dolgok voltak. Igen. Igen, hát igazából aztán 2016-17-ben jött ez elő konkrétan, hogy ezekkel, meg ezekkel a gondolatokkal kellene valamit kezdeni. És nem tudom, hogy honnét vettem akkor én a nagy bátorságot, hogy a közösség színe elé lépjek ilyen dolgokkal, de megtettem. Nem tudom, talán nem volt baj. Napközben a Kőbányai Önkormányzat aljegyzői irodájában vagy megtalálható. Ott aztán nagyon sok minden van, ami gondolom kitölti, betölti a gondolkodást. Van-e valami átmenet a két világot között? Nyilván van. Én szeretem a munkámat a munkahelyen hagyni. És a magánéletemben szeretek magánéletet élni. Már amennyire sikerül, mert valamikor kénytelen vagyok munkát úgy hazavinni, hogy otthon is kell vele foglalkozni, vagy elő kell készülni valamilyen formában a következő napra, vagy egy következő ülésre mondjuk, vagy egy következő feladatra. De hát ez azért most az utóbbi időben ritkában fordul elő, úgyhogy amikor én hazamegyek, akkor otthon már nagyon-nagyon ritkán szeretek dolgozni, és hát most hát nem tudom, hogy ezt minek fogjam, áldásnak vagy nem áldásnak, bizonyos értelemben már azt mondom, hogy ebből a szempontból áldás egyébként az életemnek nem a legjobb része, de van időm is azzal foglalkozni, hogy akkor esténként ezeket visszaolvassam, kicsit kántáljam, dolgozzak rajta, vagy egy kicsit azzal foglalkozzak, hogy új gondolatokat rögzítsek. Felolvasol nekünk egy verset? Hát akkor legyen egy, mondjuk így a kedvencek közül, ennek a címe a szalmaszálba szőtt fénysugár. Játszottuk a szerelmeket, a sors kórusából csillagokba repített. Milyen pici a lelked, madár, csak szaporán rebben a szárnya, izeg mozog aprócska fényruhában, horpaddongájú estéken ölembe bújva elmereng hol csuhámon. A naptól kaptam, fáztam nélküled, apró száncsapásod belém bújt, apró madár, kitöltött árnyékát. Hitem kámzsájából terem útra való, szerelem hangjában matató borzongás, beleszövi csendalát, az eső porladásában megbúvó hallgatást. Ki ez zöld mezőn pihen lelkem, körülöttes maragd felhőkkel angyalhangon zsoltározó csellók, kis madár, most minden pillanat oly vidám, szalmaszába főtt fénysugár horizontján gurguláz örömódát, mint pajkos gyermek ugró kötelez, felette repked a fény, a béke csendje szárnyain sodorja a merengést. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ hosszú évek óta fogja össze a Kőbányán működő idős klubokat, szám szerint 4-et. Most az idősek hónapját lezárva és az Őszi Rózsa idős klub jubileumi születésnapját megünnepelve gyűlt össze a közösség. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központhoz tartozik az idősellátás. A nappali ellátás reggel 8-tól 4 óráig nyújt az időseknek mindenféle szabadidős programot, kirándulásokat, a szabadidő hasznos eltöltését közösségben. Itt folyik az étkeztetésük is. Közösségben vannak, jól érzik magukat, keresik egymás társaságát a klubon kívül is, és a mostani rendezvény a Román utca 4 szám alatt található, egyébként műemlék jellegű épületről szól. 40 éve működik itt az idősellátás, és azóta az idősellátások átalakuláson ment keresztül, a kapcsolatok is, adják szájról szájra egymásnak az idősek, és így mindig újabb tagokkal bővül a klubköre. Ebbe a klubba szociális étkeztetés is folytatódik,
folytatunk, tehát aki nem rendelkezik jövedelemmel. Nyilván jövedelemfüggő az étkeztetés egyébként, és maga a klub nem minden fővárosi kerületben van így, ingyenes. 60 fő az engedélyezett létszám, tehát nyilván ezt a 60 főt úgy kell elképzelni, hogy nem egyszerre 60 fő van, hanem reggel 8 és 4 óra között vannak általában az ebédidőben és délután sűrűbben látogatottak a klubok. A klub vezetői, gondozói különféle programokat szerveznek a tagoknak. Tánc, mély beszélgetések, séták különböző kiránduló helyeken, valamint társas játék délutánokat is tartanak. A programok közül mindenki szabadon kedve szerint válogathat. Társas tánc is van, tehát közös tánc programok vannak, betanítanak valamilyen táncot nekik, fellépéseik is szoktak lenni, könyvklub van, megemlékeznek az ünnepeinkről, jelentős nemzeti ünnepekről, külön énekkaruk is van olyan klub, amelyiknek énekkara is van fellépésekkel, kirándulások, kisebb-nagyobb séták a fővárosba vagy vidéken, és társas játékok. Az idősek hónapja lezárása, valamint a jubileumi születésnap méltó megünneplése a most megtartott összejövetel. A mai nap apropója az, hogy ugye az idősek világnapja október 1-én van, és a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ nappali klubjai az egész hónapot idősek hónapjának nevezi. Ezen belül vannak különböző programok, ez a mai nap is ehhez tartozik, ez tulajdonképpen egy záró rendezvény, az idősek hónapjának a záró rendezvénye. Az Őszi Rózsa Idősek Klubja most tölti a 40. évfordulóját, és ezt is ünnepeljük most ezen a napon. A klubok tagjai nagyon szeretnek együtt időt tölteni és programokra járni, így a mai különleges alkalom is jó hangulatban telt. A szervezők az ebéden kívül több előadást is szerveztek a tagoknak. Lesz egy köszöntő, utána lesz egy az Őszi Rózsa Idősek Klubjának a tánccsoportja készült egy előadással, és előadó művészek fognak szerepelni. Többek között Zsuzsa Mihály előadó művész, Louis bűvész és Háberle Erika és Juhász László előadó művészek, akik operett dalokkal és táncdalokkal készültek. Sokszor előfordul, hogy időskorukra az emberek egyre inkább egyedül maradnak. A család sok esetben csak ritkán tudja meglátogatni a szülőket, nagyszülőket. Így egy ilyen közösség nélkülözhetetlen sokak életében. Nagyon sok idős ember él egyedül, vagy a családtól messze. Manapság már nem ritka az, hogy esetleg a gyermekek, unokák külföldön élnek, és mint ahogy minden embernek, az időseknek még sokkal jobban szükségük van a társaságra, és ezek a klubok próbálják oldani az egyedül létet, az esetleges magányt. Itt a klubban, amikor bejönnek a klubtagok, akkor egymással is tudnak beszélgetni, plusz még a klubprogramon is részt tudnak venni. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy legyenek ilyen klubok, és továbbra is tudjanak működni. Összetartó közösség van, ez azt is mutatja, hogy a COVID ideje alatt is egymást is ugyanúgy keresték telefonon, mi is ugye próbáltunk velük kapcsolatban lenni folyamatosan. Tényleg nagyon jó a közösség.